ismét voltam vásárolni a Spárban, a következőket vettem. Egy Carte d'Or kókuszgolyós fagyi, ez vadi új, ilyet még nem lehetett kapni eddig. Most le volt értékelve 1300 valamennyire, 999 forintra, egyébként egyetemben a többi hasonló jellegű fagyival, tehát ugye ezek a, hát nem tudom, ilyen extra fagyi, vagy nem tudom, hogy hívják, tehát amit ízesített, vagy valamilyen süti ízű, vagy bármi. Ugye ez volt az egyik, ezt mindenképpen meg akartam kóstolni, de csodák csodájára természetesen már alig volt, kettő darab volt, az is jól eldugva, de mindegy, szóval ezt vettem. Aztán vettem egy doboz epret, ezt mindenképpen mérjétek meg, tudjátok azért, mert nem mindig 500 g az 500 g. Nem volt olyan szép, de így is most mindjárt megtudom kínálnak. Ez volt 579 forint. Kipróbáljuk ezt a négy rétegű spáros toalettpapírt, amiből most 10 darab 999 forintba került. Mi ugye az Ázsiai Centerbe szoktuk főleg venni, meg a DM-be, de most ezt is kipróbáljuk, mert a DM-be nem mentünk, az Ázsiába pedig elfelejtettük megvenni. Aztán ugye, ne csodálkozzatok, ez az előzött felvételben is ott van, ugye a kis szemüveg alapú, vagyis hát ugye a peret alapú ropi, ami itt a szemüvegként használ. Ennek 69 forint volt továbbra is darabja. És most kipróbáljuk a spáros ropit, ami ugye ilyen nagyobb kiszerelésben van, és ez 249 forint volt. De nyilván sokkal jobban megér, mint a kis csomagos, de ez nem olyan finom. Ezen kívül most le volt értékelve a tóalmási, mi ezt a kolbászt szeretjük a legjobban, ezt most megmutatom, mert ugye a párizsit aztán biztos ismeritek, de ezt nem biztos, tehát ezt a tóalmási kolbászt, ebből van csípős és csemege, ez a csemege fajta, ebből vettem, ez most le van értékelve, 2690 forint volt a kilója. A Pik Nosztalgia párizsi, ezt most nem mondom ki, tudjátok, hogy milyen a párizsi, ennek 2790 forint kilója, ebből vettem 20 dekát, illetve a Regnum sült karaj, ezt megmutatom, aki nem ismeri, ez nagyon-nagyon finom. Ezt a fajtát szoktuk, ugye ebből többféle Regnum karaj van, mi ezt szeretjük a legjobban. És ez is most akciós volt, 2890 forint volt kilója. Aztán nagyon szeretem ezt a natós párvajkrémet, azért, mert ezt a guargumit meg hasonlókat nem tartalmaz, úgyhogy szerintem ez az egyik legjobb az Aldis mellett. De az Aldiban most nem volt, csak márvás sajtos meg magyaros. És végül vettem két doboz koktélparadicsomot, mert most nem voltunk a piacon. Hát nem olyan szép nyilván, mint a piacos, de ebből fél kiló volt 400 forint kettő dobozban. Ennyit tettünk most a Spárban. És akkor jöjjön az Aldi, ott vettünk egy Robi kedvencét, ezt a jamaikai rum ízesítésű rittersport csokit, ennek 799 forint volt darabja, és hát ez a csóval. Aztán vettem most körtét, nagyon jó áron volt, az összes bevásárlóközpontnál jobb áron volt most itt ez a Xenia Lady. Nagyon szép a körte, 429 forint volt kilója. És Kira mostanában nagyon sokat emlegeti a körtét, hogy azt szeretne enni, úgyhogy ezt most vettük. Aztán vettem két ilyen brinzdát, aminek darabja most akciós volt, 219 forint. Szeretnénk csinálni strapacskát, mert ilyet még sosem csináltunk. Ki fogjuk próbálni, azt pedig brinzdával kell. Illetve ugye, amit említettem a Spárnál, hogy vettem vajkrémet, és nem volt itt natúr, tehát már itt az Aldiban, úgyhogy itt márvány sajtosat vettem, ezt is nagyon szeretjük, és ez pedig, szóval ez 299 forint az Aldiban ez a vajkrém, és ugye, ha most a spárosat figyelembe vesztük, ugye ez egyik se volt akciós, tehát itt 300-ért veszük meg, ugyanazt a 250 g-osat, míg a Spárban ugyanez a vajkrém, tehát teljesen hasonló az íze is, 379 forint. Tehát azért ilyen jellegű különbségekre gondolok, hogy figyelni kell a vásárlásnál. Mi most azért nem figyeltünk, mert én mindig az Aldiban veszem a vajkrémet, mert amit említettem, nem volt az Aldiban natúr vajkrém, úgyhogy vettem egyet a Spárban, ugye így akkor 80 forinttal drágábban, 81 forinttal. Úgyhogy ezeket vettem az Aldiban.
most jöjjön az USA-n, ahol vettünk szintén egy doboz epret. Ez 599 forint volt, ugye 20 forinttal volt drágább, mint a Spárban, csak azért vettük meg, először ugye az Osamban voltunk, és azért vettük meg az epret, mert nem voltunk benne biztosak, hogy lesz egyáltalán a Spárban, vagy hogy szép lesz-e. Nem vettünk egy epret. Sajtos rudat vettünk, 29 forint volt darabja, ebből 4 darabot. 10 darab tojás 400 forint volt. A Zero Cola 299 forint volt. Nagyon szomjasak voltunk, amit látjátok, már ittunk is belőle, ezt azért vettük. Nagyon szeretjük salátákba ezt a krémfehér sajtot. Ezt általában egyébként az Osan vagy a Aldiban szoktam venni, de most az Osanban vettük, mert 269 forint volt egy darab, és megkóstoljuk, hogy milyen. Ez paradicsom, uborka, meg paprika, azokat szoktuk összevágni, vagy ami hagymát, és akkor amellé tesszük, ilyen sopszka-szerű salátát készítünk belőle. Aztán vettünk piktéli szalámit, 4980 forint kilója, ez rettentő olcsó, mert hogyha ti is szoktatok téli szalámit venni, az mindig 6000 forint fölött van. Egy ideig 5900 körül volt, és most 6000 fölé emelkedett, úgyhogy ez rettenetesen olcsó most az Osamban. Vegyetek jó sokat, hogyha szeretitek. Most megéri. Aztán vettünk egy fél kiló túrót, 529 forintért, ugyanis szombaton vendégségben megyünk, és egy ilyen túros kuglófot néztem ki az egyik Facebook csoportban. Mi nagyon szeretjük a kuglófokat, nagyon egyszerű elkészíteni, hogy ezt fogom elkészíteni, és ezt fel is fogjuk venni nektek, meg is fogjuk mutatni, hogy hogyan készül. Aztán vettünk Kirának még Kinder tojásokat. Képzeljétek el, hogy ez még az Ázsiánál is olcsóbb most, mert 199 forintért lehet venni az Osamban. Valószínűleg azért, mert ezek, amik már benne vannak, kifutottak, a Gru, meg nem is tudom, amelyik meséből voltak most benne ilyen kis figurák, de hát Kirának teljesen mindig, meg szerintem a gyerekeknek teljesen mindig, mert mindig Kindert szeretik. Aztán vettünk kápia paprikát, 699 forint volt kilója, ez nagyon jó áron volt. Ránézésre nagyon jól nézett ki mindegyik, viszont majd figyeljétek meg, ezt itt tanácsként mondom, hogy nagyon sokszor itt a vége, csak ez a picit csök már rohad. Tehát, hogyha csak így pakoljátok bele, mert hú, de szép a teteje, és nem figyeltek, akkor vagy gyorsan meg kell lenni, ugye, mert akkor még persze nyilván, ha gyorsan megesztetek, akkor semmi gond nincsen, viszont hogyha egy picit tovább tartjátok egy-két napig, akkor az egész el fog romlani, szóval erre érdemes figyelni. Aztán vettünk még 1399 forintért főtt lapockát, ugye ez már a húsvéti időszakra. Nagy kedvencünk még ez a Benei, ez 2190 forint volt most, hogy ajánlom, hogy kóstoljátok meg, ha még nem ettetek. Van másik márka is ebből a fajtából, de azok sosem olyan finomak, már mindegyiket leteszteltük, ez a legjobb ebből a fajta kekszből. Vendégségben nagyon szuper. Aztán vettünk még egy ilyen Milka Waffelinit, ami 89 forint volt, de amit látjátok, ezt már Robi megette. Nos, ezeket vettük most az Osamban.